Én csak annyit kérdeznék Donát Annától, hogy ki a fene vagy te? Mit képzelte magadról, hogy mégis ki vagy? No! Donát Anna adott egy interjút a Telexnek. A Telex első kérdése az volt, hogy Anna, te leszel a Momentum miniszterelnök jelöltje? Azt hiszitek, jött válasz, de hogy is? Az Annának fogalma nincs, hogy ő kicsoda. Pontosabban mindenki tudja, hogy kicsoda. Ő maga is, de mindenki tudja, hogy ő a miniszterelnök jelölt. Ő maga is tudja ezt, de nem mondja meg. Ön lesz a Momentum következő miniszterelnök jelöltje? nagyon szeretem ezt a kérdést, de pontosan a lényege maradt ki a beszédemnek, illetve az, amivel én visszatértem főállításommal, hogy teljesen felesleges ilyen kérdésekről beszél jelenleg. Anna, akkor mi a jó Isten volt ez az erődemonstráció, vagy inkább erőtlenségdemonstráció, így pontosabb. Mi volt ez? Mi volt ez a jövőértékelő, ami totálisan rád volt felépítve? Kiplakátoltátok mindenfelé a fantomképedet, aztán kiderült, hogy te vagy te, még a Momentum elnökének a beszéde előtt is a teképed jelent meg, azt üzenve, hogy te még a Momentum elnökénél is fontosabb szereplő vagy a pártban. De akkor kicsoda vagy te pontosan? Anna, ki vagy te a Momentumban, hanem a miniszterelnök jelölt. Mi a tökömért nem lehet ezt kimondani, hogy te vagy a jelölt. És az a legnagyobb probléma, hogy ez a gyávaság nem csak ebben mutatkozik meg a részedről, részetekről, hanem az egész interjú alatt megmutatkozott. jelenleg én azzal álltam ki, hogy a Momentumnak van erre programja, és én ennek a programnak arcot adok. Aha, értem. Donát Anna funkcióját a Momentumban úgy hívják, hogy programarc. Hát akkor hallgassuk tovább, miket mond a Momentum programarca. Ez egy reklámarc, arc, ez egy kampányarc, ez hogy kell akkor elképzelni? Hogy, mert ugye azt mondja, hogy egy arc. De hogy, akarsz, hogy politikai szerep, mint vezető, vagy az hogy kell elképzelni? A politikai tartalomat megszemélyesítjük. Pontos az a probléma, hogy elhidegültek a politikai programok attól, amihez mi tudunk kapaszkodni. Ez a csaj mindenkit totál hülyének néz. Hát én el most jöttem rá. De hogy nem vettem én ezt eddig észre? Több videóban is elmondtam, hogy a Momentum az egyik olyan párt, amire hát én, én, rábíznám ezt az országot, de ahhoz olyan pártvezetők is kellenének, meg olyan programarcok, akik egyenesen beszélnek. Nem csak szépen mosolyognak és közben totál idiótának néznek mindenkit, hanem ha feltesznek nekik egy konkrét kérdést, akkor arra konkrétan válaszolnak. Ez a minimum. Át se futott még az agyá, hogyha mondjuk felkérnék arra, hogy legyen egy miniszterelnök jelölt, akkor hogy elvállalja? Nem, az én probléma térképemen nagyon sok minden más van. Ennek nagyon nagy része most jelenleg a gyerekneveléshez kötődik, nyilvánvalóan. Jelenleg én főállású anyaként visszatérek a közszereplésbe és a mindennapi politikába. Az én feladatom jelenleg az, hogy, hogy ezt, a, ezt a politikai munkát elkezdjem megvalósítani. Nekem gyerekeim vannak ember. Hagyjál már békén ez a hülyesége, hogy miniszterelnök leszek vagy nem leszek. Higgyed el, hogy egyáltalán nem gondoltam én erre. Ez nekem egyáltalán nem fontos. Basszus, ez kb. olyan, mint amikor a youtuberek azzal akarnak arcoskodni, hogy nekik egyáltalán nem fontos, hogy mennyit keresnek a videókkal. Hát ugye, ti is pontosan tudjátok, hogy a youtuberek és a politikusok azok, akiket nem érdekel, hogy mennyi a fizetésük. Rajtuk kívül mindenki számára ez egy viszonylag releváns kérdés, de nekik nem. Ők ingyen is csinálnák. És ezt nekem el kéne hinni. Meg ugye azt is el kéne hinnünk most a Donát Annának, hogy őt egyáltalán nem foglalkoztatja az a kérdés, hogy ő egyszer miniszterelnök lesz, vagy sem. Rajta lesz a 24-es Momentum LP <laughs> Ezekről még nem született döntés, de pontosan erre próbáltam az elén is utalni, hogy ezek kampánytek, nem is kampánytek, ez a választásokat megelőző fontos döntések, de még nem itt tartunk, és jelenleg az én feladatom nem az, hogy, hogy ilyen kampánytechnikai kérdésekről beszélgessünk. Hogy élvezi ezt a kis hölgy mi? Jaj, hát ez, ez, fantasztikus. Szeretnéd tudni, hogy mi van, ugye? Kéne az infómi? Nem, én nem adom ilyen könnyen magam, barátocskám. Ezt az információt, hogy rajta leszek-e a EP listán, vagy nem, hát ezt nem fogod ilyen könnyen megkapni. Na, kérdezgessed még párszor. Szenvedjél csak. Sherber Ádám azt mondta a napokban a Telexnek egy videóinterjúban, hogy a DK és Momentum között van együttműködés, hiszen a Momentumból már többen átléptek a DK-ba, tehát az együttműködés az. Ez, ez az nagyon a... szépen modellezi a, a, a különbséget, hogy mi a különbség a DK definíciója az együttműködéssel versus a Momentum definíciója az együttműködéssel. Szerintem ez nem együttműködésnek hívják, de én sok sikert kívánok mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy egy másik közösségben többet tud tenni a kormányváltás érdekében. Hajrá! Donát Anna most sem őszinte, pedig mindenki tudja, hogy mit gondol. Mindenki pontosan tudja, hogy mit kíván ezeknek az árulóknak. Sok mindent kíván, de az biztos, hogy nem sok sikert. Egyébként nem nagyon sikerült még megértenem, hogy a Momentumtól ez a néhány ember miért ment át a DK-ba. Mert hogyha egy tök kis pártból megy át valaki, az érthető. De a Momentum nem egy olyan nagyon kicsi párt, tehát ott azért bőven van lehetőség. Donát Anna egy tipikus politikai influencer. Ráadásul úgy, hogy maga is politikus. Na nem abban az értelemben influencer, hogy megmondja, hogy mit kül gondolni, mert az én vagyok. Na jó, hát én sem mondom meg, hogy mit kell, csak azt, hogy mit érdemes. Hanem abban az értelemben politikai influencer, a legrosszabb értelemben egyébként, amilyen értelemben én nem vagyok az. Mire gondolok konkrétan? Donát Anna úgy viselkedik és úgy kommunikál, hogy egy tipikus influencer, egy tipikus fiatal lány a közösségi médiában. Betartja az összes szabályt, amit ezek a hölgyek és urak követnek. A szabályok a következők. Lehetőleg mindig mosolyogjál. sugározz pozitív energiát mindig, akármilyen kérdést kapsz. Ne beszélj a fontos dolgokról, hanem helyette építsd az imázsodat minél kevesebb konkrétum és minél több lájkgyűjtés, like igazán soha nem mond semmit, mert annak kockázata van, csak sugároz pozitív képet. Ne légy soha megosztó. Mondd azt is úgy, ahogy az vélhetően a legtöbb embernek tetszeni fog. És legyen benned valami misztikum, legyél egy kicsit sejtelmes. A titokzatosság ugyanis vonzóvá tesz, különlegessé tesz. De a két párt között most, hogyha a déket és a Momentumot veszük, van versengés azért, hogy ki legyen mondjuk a vezető ereje az ellenzéki oldalnak? E, szerintem nincsen abban az értelemben, hogy engem például borzasztóan hidegen hagyfi az ellenzéki oldalon a sok kicsi, kicsi között ki lesz a nagy kutya. Nem ez a cél. A cél az, hogy valódi alternatívát tudjunk nyújtani. A cél az voltaképpen, hogy egy másik országba érjünk, egy más rendszerben éljünk és megy a süketelés tovább. Hát milyen versengés, miről beszélsz te? Kit érdekel, hogy ki lesz a nagy Kit érdekel, hogy mennyi szavazónk lesz? Mi nem azért vagyunk párt, hogy szavazóink legyenek. Mi alternatíva akarunk lenni. Az alternatíva egyébként nagyon divatos szó, tessék sokat használni, mert nagyon trendi. De mit is jelent ez pontosan? Hogy kell azt érteni, hogy alternatíva? Milyennek a tartalma? Hát, Hát azt igazából senki nem tudja, de legalább senkit sem érdekel. Amikor beszélgetünk az előtt néhány órával, került ki a Momentum Facebook oldalára egy videó, ami ugye az Árnyék Kormány programját veti össze az ön programjával, és arról szól, hogy, hogy ott a honlapon a DK-nál mi el, mert mi nem, és hogy azzal a szemben az ön programja az pedig mennyire hosszú. Tehát hogy ez, ez ebből nekem mégis azért úgy tűnik, hogy, 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 van egyfajta fajta uh, rivalizálás egymással, és nem csak mondjuk a kormányjal. Tehát ez a politika természete, pártpolitika természete, az, hogy vannak ilyen csipkelődések, hát miért ne? Ezek szerint mégis van rivalizálás a dk hiszen ez a politika természete. Na jó. Hát én meg most jöttem rá, hogy a Donát Anna annyival különb a Fekete Győr Andrásnál, hogy nagyon szépen tud mosolyogni, és sokkal jobb nő. Egyébként pontosan ugyanúgy a semmiről beszél. Donát Anna minusz szép mosoly, egyelő fekete győr Aki arra készül, hogy holnap kormányt vált, az nem mond igazat. Amikor azt mondja a Donát Anna, hogy nem holnap fogunk kormányt váltani, akkor konkrétan arra gondol, hogy 2026-ban nem lesz kormányváltás. Ez a holnap 2026-ot jelent, ezt tessék jól érteni. Szerintem ezek tényleg arra készülnek, hogyha a DK időszavazói már nem lesznek közöttünk, akkor majd jönnek ők. Erre várnak. Egy korábbi videómban egyébként ezt már én megemlítettem, félig viccből, de hát úgy tűnik, hogy az egyáltalán nem vicc. Ők szépen meg akarják várni, amíg a DK-s nyugdíjas szavazók átsétálnak a túlvilágra, és hát akkor végre jöhetnek ők. Ez a momentum víziója magáról. Másról mondjuk nem tudom, hogy van-e. Mondjuk ebben egyébként van logika, tehát ez lehet egy pár stratégiája, de hát azért elég szomorú, hogy egy politikai párt ilyen nyíltan lemond arról, hogy megnyeri a következő választást, mert szerintem itt erről van szó. Ráadásul én úgy érzem, hogy a Momentum nem pusztán 2026-ról mondott le, hanem nagyjából 2030-ról is, meg még egy-két ciklusról. Adjuk meg Orbán Viktornak ezt a 20 évet. Miért ne? Hiszen időnk az van bőven. Hibáztunk akkor, amikor az összefogás oltárán, mert azt gondoltuk, hogy a kormányváltásnak ez tényleg az eszköze lesz, és ez volt a cél a kormányváltásért minden, ennek az oltárán nem fejeztünk be mondatokat, nem álltunk ki az igazunk mellé, hanem hagytuk, hogy a hat fős történetben csak az mehessen át, ami mindenki egyetért. És erre tényleg a legszebb példa, amit az előbb elkezdtem mondani, a rezsicsökkentés kérdése, amiről tudtuk, hogy hazugság. Soha nem volt kérdés, hogy ez hazugság, és aztán mégis az ellenzéki nagy plakáton Márkizai Péter hirdette, hogy ezt mi nem fogjuk eltörölni. És akkor az kérdünk, lett volna az őszinte beszéd, hogyha az van a plakáton az ellenzék plakátjai, hogy eltörlik a rezsicsökkentés? Vagy mi az, igazség, volna, mi az, az a igazság, az, igazság az lett volna, ki mondjuk azt, hogy a rezsicsökkentés hazugság, és az igazság az lett volna, ha adunk mell egy alternatívát, hogy mi a rezsicsökkentés alternatívája. Ha őszintén beszélünk arról, hogy olyan energiaválság jön, mert azt már akkor lehetett látni. Az lett volna az igazság. Persze, erre mondják a nagyokosok, hogy így választási kampányt nem lehet nyerni. Nyilván nem premier plán, de meg kell tudni találni azt, azt a beszédmódot, ahol az igazságot mondjuk, Őszinték vagyunk, akkor is, hogyha fáj, akkor is a torokszorító, akkor is, hogyha bizonyos emberek megharagszanak ránk, és amiatt nem ránk fognak szavazni. Donát Anna itt nem kevesebbet állít, mint az, hogy ők a momentum volt az ellenzéki összefogásban az a párt, amelyik nagyon szerette volna kimondani az igazságot, például a rezsicsökkentésről, de hát a csúnya pártok nem engedték nekik. annak kiakadályozott meg titeket abban, hogy őszinték legyetek. Jó, oké, hát volt egy összefogás, én is tudom, de hát ha ti el akartátok volna mondani, hogy a rezsicsökkentés hazugság, és hogy energiaválság jön, akkor bármikor kimondhattátok volna. Csak az az igazság, hogy dehogy akartátok ezt kimondani, mert pontosan tudtátok, hogy ez nem nyerő. És ti megpróbáltatok nyerni. Most meg visszafele mutogattok, hogy ti jót akartatok, ti őszinték akartatok lenni, de hát a csúnya ellenzéki pártok, a többi párt ezt nem hagyta hiba volt, hiba volt az is, amikor, 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 a közösségi elnök jelöltségnél mi hagytuk, hogy Iványi Gábor neve 5 másodperc alatt lekerüljön az asztalról, mert a Jobbiknak nem tetszett. Na ebben egyetértek a Donát Annával, ez valóban hiba volt. Egyébként ez mindenképpen egy pozitívum, hogy Donát Anna azon ellenzéki politikusok egyike, aki képes valamilyen szinten szembenézni a hibákkal. Ő legalább ki tudja mondani, hogy voltak hibák. Gyurcsányal szemben például ő el tudja ismerni, hogy az ő pártja is felelős részben a vereségért. Ez hatalmas pluszpont. Tényleg. Ezen a ponton azt is el kell mondanom, hogy bár folyamatosan csesztetem itt a Donát Annát, ez nem azt jelenti, hogy én nem tudnék örülni annak, hogyha például a Momentum kormányt váltana. Mert most biztos, hogy nagyon sokan közületek azt gondolják, hogy mi van Dév, neked már senki se jó, neked már a Donát Anna se jó. Hogy ne lenne jó? Hát Orbánhoz képest majdnem bárki jó nekem egyébként a gyurcsány is jó lenne, vagy jó lett volna, ha le akarná váltani a kormányt. Hát pontosan ez a legfőbb problémám vele, hogy szerintem nem akarja leváltani, vagy nem akarja eléggé leváltani. A Momentummal meg hát most ugye az a gond, hogy bár ők tényleg kormányt akarnak váltani, de mikor? 2030-ban, vagy még később? Egy ellenzéki pártól az a minimális elvárás, hogy legyen koncepciója arra vonatkozóan, hogy a következő választáson hogyan akar győzni. Én azt is elfogadom, hogy rájöttek arra, hogy a Gyurcsányjal nem érdemes összefogni, de senki mással sem. Jó lenne, hogyha nem esnénk át a ló túloldalára. Nem az összefogással volt gond, Gyurcsányjal volt gond, meg a jobbikkal, amelyik lepaktált vele. Esetleg nem kéne vele lepaktálni újra, ezt én is támogatom. De nehogy már ebből az következzen, hogy akkor semmilyen együttműködésben sem gondolkodunk. Mert hogyha semmilyen együttműködésben nem gondolkodik az ellenzék, innentől kezdve, hát, akkor itt tényleg négy ötöd lesz. És eljuthatunk oda is, egy akkora válság is jöhet, olyan extrém körülmények is jöhetnek, amikor minden túlerő és propaganda ellenére tényleg leváltható lenne a Fidesz, de azért nem lesz leváltható, mert minden egyes ellenzéki párt külön indul. Ezt akarjuk? Nyerjen a Fidesz akkor is, ha majd tényleg vesztés rá, ha majd tényleg meg lehetne verni. A választó nem hülye. Nem, nem volt miből választania. És ezt ki kell tudni mondani, hogy nem feltétlenül azért nyert a kormány oldal megint, mert az ő ajánlatuk annyival jobb lett volna, hanem azért, mert nekik volt ajánlatuk. Na azért ez nagyon nem így van, Anna. Most eljutottunk oda, hogy abszolút a Fidesz narratíváját mondod. A Fidesz ajánlata az volt, hogy pénzt osztott, és elhitette, hogy megmarad a rezsicsökkentés, meg a kata, és minden fain lesz. Meg hogy nem műtjük át a kisgyerekeket. Ez volt nagyjából az ajánlat. Ami hát nem egy valódi ajánlat. Ehhez képest az ellenzék azt mondta, hogy Európai Unió, nyugati orientáció, jogállam, elszámoltatás, egészségügy és oktatás rendbetétele, és még nem is fogunk ráadásul lopni. Szerintem ez sokkal jobb ajánlat volt. És eközben Orbán legalább tízszeres túlerőben volt. Az ellenzéki kampánypénzek sokszorosát tudta beletenni a kampányba. Alapvetően ez volt a győzelmének az oka. hiába megy el az ellenzéki összefogás komboja Tisza hogy ennél a példán nem maradjunk, ha csupán arról beszél, hogy hogyan kell majd a választásnál az ellenzéknek együtt működnie, vagy ami pedig még ennél is rosszabb, céltalan, illetve öncélú ormánozásba fullodni az egész. Ebből nem kérnek a magyar választók. Ezt most már el kéne fogadni, és el kéne kezdeni tényleg a valóságról beszélni, őszintén, hitelesen. Én, ki lehet engem nevetni ezért, de én, én, én tényleg hiszek abban, hogy ez fogja elhozni az ellenzék ellenzéki választóknak a növekedését, ez fog segíteni abban, hogy sokkal több helyre el tudunk jutni. De mondjuk ez az őszinte és a valóságról való kommunikáció, tehát akkor ez eddig nem volt? Tehát eddig nem a valóságról beszéltek az ellenzék politikusai? Eddig nem akár... beszéltünk a valóságról, eddig másról beszéltünk. Eddig szőnyeg alá problémákat. Mert nem akarják a választóink, ájtlagosan nem akarták a választóink, hogy ezekről beszéljünk. Mert ezzel nem lesz szavazatokat nyerni. És én pont azt mondom, hogy ez nem igaz. Ezzel a hitelességünket tudnánk visszanyerni. És a hitelesség fog szavazatokban megnyilvánulni a végén. Azt mondja itt az Anna, hogy az ellenzék folyamatosan arról beszél, hogy hogyan lehetne, hogyan kéne leváltani az Orbán rendszert, de arról ugye nem beszél szinte soha, hogy mivel, milyen programmal fog ez megvalósulni. Na most egyrészt én ezt már nagyon régóta hallgatom. Jó? Tehát nem Donát Anna az első, aki ezt felhozza, hanem ezt folyamatosan felhozza az ellenzék mindenféle szereplője, hogy a valóságról kéne beszélni, aztán továbbra sem a valóságról beszélnek. Miért van ez így? Hát azért, mert hogyha arról beszélsz, hogy te milyen adórendszert szeretnél, vagy milyen konkrét törvényjavaslatai lesznek bármiről, akkor az sajnos tényleg senkit nem érdekel. Ez a tapasztalat. A médiát sem érdekli, hiszen a médiát mindig a botrányok, a hibák, a beszólások, a veszekedések érdeklik, és ennél nagyobb baj, hogy minket, embereket is ez érdekel. A politika sajnos tényleg egy futballmecsé vált, a szavazók pedig szurkolókká. Programokat pedig továbbra se olvas nagyjából senki. Úgyhogy ez, ez gyönyörű, amiről a Donát Anna itt beszélt, csak azt nem tudom, hogy hogyan fogja elérni, hogy a konkrét politikai javaslatokra odafigyeljen bárki. Én minden esetre nagyon sok sikert kívánok ehhez a misszióhoz, és tényleg őszintén mondom, hogy örülnék, hogyha ezen a téren változás lenne. Nagyon örülnék például annak is, hogyha az ilyen interjúkban, mint ez a Telex interjú, egy picivel több konkrét javaslat hangozna el. Szerintem az ilyen interjúkat kéne felhasználni például arra, hogy a valóságról beszéljünk leváltható szerint demokratikus választáson a Fidesz, vagy egyáltalán demokratikusnak nevezhetőek-e a magyarországi választások? Én szeretném azt hinni, hogy igen. Különben mi értelme annak a pártpolitikai munkának, amit mi csinálunk? Én, én, én azt gondolom, hogy minden utolsó követ is meg kell mozgatni, hiszen biztos vagyok benne, hogy ez a rendszer össze ölni hazugságok épül, és minden hazugság hazugságra épül az összedől. Ez is össze fog dőlni. És akkor a valóság helyett megint arról van szó, hogy leváltható-e a Fidesz nagyszerű. A Fidesz egyébként leváltható, pontosabban leváltható lesz, amennyiben a normálisabb pártok között lesz együttműködés, és amennyiben az ország elég nagy válságba kerül, akkor leváltható lesz, igen. De ennek pont nem a hazugságokhoz van köze. A hazugságok ugyanis kiválóan működnek. Ha összedől majd ez a rendszer, akkor a hazugságok ellenére fog összedőlni. Ami az igazság, az az, hogy a magyar ember sokat dolgozik, és keveset keres. Ez mondja nekem bárki, hogy ez nem igaz. Mindannyian ismerjük azokat, akik három-négy műszakban dolgoznak egy nap, hogy utána esetlegesen álmodozhassanak, hogy el tudnak menni nyaralni, vagy sem. Rengeteg Fidesz szavazó is. Hát ez tényleg igaz. A magyarok tényleg sokat dolgoznak, és keveset keresnek. Csak az a baj, hogy én amikor úgynevezett munkahelyeken dolgoztam, még a YouTube karrierem előtt, amikor még valóban dolgoztam, akkor én azt tapasztaltam, hogy a magyar ember tisztelet a kivételnek, hát ezt nagyjából elfogadta, ezzel kiegyezett. A magyar emberek nagyon nagy részen nem akar kevesebbet dolgozni. Szerintem nem jó, hogy sokat dolgoznak a magyarok, mert én, én nem a munka alapú társadalomban hiszek, sőt, igazából a munkába se hiszek, abban az értelemben, ahogy sokan. Én a kreatív munkában hiszek. Szerintem különbséget kell tenni a kreatív, értelmes munka és a robot között. A magyar emberek nagyon nagy része viszont baromi büszke arra, hogy robotol. És ezt ezek az emberek munkának hívják. Miközben a nyugat egyértelműen abba az irányba halad, hogy egyre kevesebbet kelljen dolgozni, a magyarok nagy része ezt valahol, valahol lenézi, megveti. Sokan úgy gondolják, hogy akkor vagy tisztességes ember, ha szívsz. És aki nem akar szívni egy munkahelyen, mondjuk reggeltől estig, aki kevesebbet akar dolgozni, aki nem akar túlórázni, az valahol nem is rendes ember. Persze sokan vannak, akik tudják, hogy ez így nem jó, de nem nagyon tudnak mit tenni ellene. Ilyen magyarok is vannak. De én azt tapasztaltam, hogy a legtöbben nem akarnak kevesebbet dolgozni, mert akkor úgy éreznék, hogy nem tettek eleget az országért, a családjukért, ki tudja miért. Úgy gondolják, hogy aki kevesebbet dolgozik, az lusta odáig meg végképp nem jutnak el ezek az emberek, hogy esetleg olyan munkát kéne csinálni, amit élveznek is. A munka nem azért van, hogy élvezd, dolgozni egyszerűen kell. Ez kb. olyan, mint amit régen a nők még elhittek a szexről. De nem élvezni kell, hanem csinálni. És ez a gondolkodás az, amit nem lehet rövid idő alatt megváltoztatni. Illetve sokszor úgy vagyok vele, például én, hogy ha valakinek jó, hogy szétdolgozza magát, akkor tegye. Ha valaki büszke arra, hogy rabszolga, és nem akar többet az élettől, akkor tőlem aztán legyen nyugodt a napszolga. Ez a túl sokat dolgozunk című szöveg sokak szerint ez, ez olyan lipsiség. Az a baj, hogy az értelmes munkára, az értelmes életre nincs túl nagy igény. Én legalábbis ezt tapasztaltam, de ha ti más tapasztaltatok, akkor írjátok meg kommentben. 50 percet kellett várni, hogy eljussunk az első olyan kérdésig, ami egy egészen konkrét kérdés arról, hogy mit tervez a Momentum az országgal. Pontosabban, mit gondol Donát Anna az adórendszerről? Ön egy kulcsos adórendszerben hisz, vagy több kulcsban, és hogyha több kulcs, akkor mennyi? Én nem vagyok közgazdász, tehát ezt meghagyom azoknak, hogy a hány kulcs, mennyi kulcs a megoldás. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan igazságtalan, a gazdagabb gazdagabb lesz, a szegényebb szegényebb lesz. Én abban hiszek, hogy egy igazságos és méltányos adórendszerre van szükség, és abban is hiszek, hogy igenis adót kell csökkenteni. Hát attól, hogy nem vagy közgazdász, Anna, még el lehetne árulni, hogy pontosan mi az elképzelésetek az adórendszerről, szerintem. Vagy nincs közöttetek közgazdász, mert akkor meg így elég nehéz lesz majd kormányozni. Ezt az alapvető kérdést még nem sikerült tisztázni a pártban, hogy hogy néz ki az adórendszer egy Momentum kormány alatt. Mert hogyha még ezt se találtátok ki, akkor nagyon csúnyán le vagytok ám maradva. Hogy a konkrét számot akkor, tehát hogy van egy programjuk, de akkor konkrét számot azt nem tud mondani ezzel kapcsolatban, hogy itt milyen kulcsokról beszélne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem ezem, nem a... Hát azért ez nem egy lényegtelen kérdés. Nem egy lényegtelen kérdés. Csak jelenleg a legfontosabb az az, hogy elmondjuk, hogy miért van szükség progresszív rendszerre. És tudom, hogy igen, eljut az a majd az a, arra pontra, hogy, hogy arról kell beszélünk, hogy mennyi az annyi. Ezek nagyon, a, a, a finomságokon nagyon sok múlik. Be kéne látni, hogy a Momentumnak még nem volt elég ideje arra, hogy az adókulcsokat kitalálja. Ehhez még kell egy-két vesztes választás. De nyugi, már csak 20 év, és lesz ez a szám. Az Anna elárult egyébként, hogy a magyar középosztálynak se kellene olyan sok adót fizetnie, a szegényeknek meg egyáltalán nem kéne sokat fizetniük. Szóval, hogyha rajta múlik, akkor mindenki baromi jól fog járni. Hát igen, egy politikusnak ilyeneket kell mondani, legalábbis az Anna azt hiszi, hogy ilyeneket kell mondani. Szerintem meg meg kéne mondani a konkrét számokat, és nem attól félni, hogy mit fognak hozzá szólni. Ugyanis amíg a választók nem tudják konkrétan, hogy mit akartok, addig azt fogják érezni, hogy megy a süketelés, de igazából nem tudjuk, hogy mit akartok. Pontosan azzal lehetne bizalmat ébreszteni az emberekben, mert hogy erről is beszélt az Anna, hogy bizalmat kell építeni. Ez a bizalom éppen attól jönne meg, ha nyíltan és konkrétan kimondanátok, hogy mit terveztek. Ez a duma, hogy mindenkinek minden jó lesz, ez így nagyon kevés a bizalomhoz. Én például nagyon örülnék egy olyan mondatnak, hogy visszahozzuk a katát. Miért nem hallok én ilyet az ellenzéktől? Miért nem hallom minden nap ezt az ellenzéktől? Vagy ti halljátok? Lehet, hogy mondanak ilyet, de valójában ezzel kéne, hogy tele legyen a sajtó. Szerintem. De ráadásul ez egy tök vállalható ígéret lenne, mert pontosan látjuk, hogy semmivel sem járt jobban a gazdaság azzal, hogy a katát eltörölték. önmagában az összefogás az nem politika. Az egy technikai kérdés. Én nem azt mondom, hogy nincs szükség együttműködésre, vagy, vagy akár összefogásra a jövőben. Mit tudom én? Mit tudom én? Azért ez egy elég fontos kérdés ahhoz, hogy ez legyen az elképzelés, hogy mit tudom én. Nekem ezekből az évértékelő, évindító, meg jövőértékelő beszédekből nagyon úgy tűnt, hogy itt már senki nem akar nagyjából senkivel se együttműködni az ellenzékben. De az minden esetre egy jó jel, hogy Donát Anna ebben az interjúban legalább nem zárta ki ezt a lehetőséget. Viszont a mit tudom énnél, hát lehetne egy picit többet mondani. Miért nem lehet kimondani azt, hogy gyurcsányal nem, de vannak olyan pártok, amikkel viszont lehet együttműködni? Ez azért baromi fontos, mert hogyha az ellenzéki szavazó azt látja, hogy itt semmilyen együttműködés nem lesz, akkor pontosan tudja, hogy 2026 is elment. És akkor még annak a maradék ellenzéki szavazónak is elmegy a kedve a szavazástól, aki még látott némi reményt a változásra. Úgyhogy én örülök, hogy legalább még nem zárta ki a Donát Anna azt, hogy adott esetben együttműködjenek más pártokkal. Szerintem ez egy jó hír. Az a bajom ezzel az interjúval, mármint azzal, amit a Donát Anna mondott, hogy miközben arról beszél, hogy nem lózungokat kell mondani, hanem ajánlatot kell tenni a magyaroknak, hát konkrét ajánlatot most se igazán hallottunk. Pedig ez az interjú konkrétan kiváló alkalom lett volna arra, hogy ilyeneket halljunk Donát Annától. Mondjuk ehhez erre irányuló kérdések se ártanának, amikből hát nem volt sok, de egy profi politikus mindig elmondja, amit akar, függetlenül attól, hogy mit kérdeznek tőle. Nem kell mindig a kérdésre válaszolni, de hát ezt én magyarázzam egy politikusnak. Szóval nagyon jó lett volna tudni, hogy konkrétan mi az ajánlat, mit tervez a Momentum az országgal. Ez ugyanis sajnos most is elmaradt. Én viszont egészen konkrétan megmondom, hogy mit kell csinálni. Fel kell iratkozni a csatornára, hogyha még nem vagy feliratkozva, és hogyha mindig tudni akarod, hogy mikor van új videó, akkor meg, meg kell nyomni a kis csengőt. De nem csak ezt mondom meg, hanem még azt is megmondom, hogy milyen videót érdemes még megnézni. Például a részben Donát Anna beszédéről szóló videómat itt alattam, úgyhogy katt ide!